Borsó, sőt volt, ahol diónagyságú jégeső esett, hatalmas széllel csapott le a vihar sok helyen az országban vasárnap. Hatona megyei Kalaznón pedig villámárvíz pusztított. Az elmúlt héten több vihar is volt Tolna megyében, ami jelentős kárt okozott a mezőgazdaságban. Különösen a gyümölcsfákon lehet látni a jég pusztítását. Vörös Géza, a Szekszárdi járási hivatal növényvédelmi osztályának vezetője azt mondja, ez a szélsőséges időjárás nem tesz jót a növényeknek, és plusz feladatot okoz a gazdáknak, szántóföldi tulajdonosoknak. Valószínűleg kevesebb lesz a termés idén a tavaszi fagyok és az azt követő száraz, szeles, átlagnál hidegebb időjárás miatt. Ráadásul hiába voltak most viharok, jelentős mennyiségű csapadék hiányzik a mezőgazdaságból. Se a gabona, se a repce nem hozza majd azt a várt termést, amit szerettünk volna, és az ősszel még nagyon jó kilátások voltak ez irányban. Az sajnos ez most megdőlt, és nem tudjuk, hogy milyen termést kapunk. Sokszor most bejött a viharos időjárás is, az is még csökkent rajta, vagy még viszi el a termés egy részét. A város egyik részén például itt Szekszárdon jégeső volt, a másik részén sütött a nap. A növényvédelemben is új feladatokat okoz az időjárás változása. A vetésfehérítő bogarak kártétele váratlanul sok volt, ez plusz költséget okoz majd a gazdáknak, és valószínűleg az is sok veszteséget okoz számukra, hogy száraz, hűvös idő volt, amikor kelt a kukorica és a napraforgó. A növények alig nőttek. Ez nagyon kedvezett a barkó kártevők előjövetelének és kártételének. Ez irányban sincs megfelelő védekezés technológia, tehát el kell mondjuk, hogy a növényvédelem az engedélyezett körből már nem tudja biztosítani a növények mentességét, védelmét, ezért sok esetben előfordult újravetés, és olyan is volt, hogy nagy károk lettek, és éppen hogy csak kinőtte az állomány a kártételt. A szokatlan időjárás miatt azonban a drótférgek, talajlakó kártevők nem tudtak előjönni, mert a szárazságot nem bírják. Így ettől megmenekültek a kukoricások és a napraforgósok. Viszont rövidesen jön az amerikai kukoricabogár lárvájának kártétele, ez pedig tovább gyengíti majd a termesztők esélyeit. Az előrejelzés szerint egyébként a hét második felében is folytatódik a fülle csapadékos időjárás.